Nagyon szépen. Ahogy ezt mondani szoktál, ezt oda tetted. A szó a zsűri. Igazából ostoba módon nem tudom, hogy tetszett-e a közönségnek az, amit énekeltél, vagy nem, de hogy a Cseráti Zsuzsának tetszett volna, ha itt lehetne, az biztos. Köszönöm szépen. Nagyon okos választás volt, hogy egy zongora kísért, és nem kérted az egész zenekart magadnak, mert ilyenkor sokkal jobban árad a hang. Ami a bánatom az az, hogy most nem éreztem azt, hogy úgy árad a hangod, mint a múltkor. Lehet, hogy egy picit jobban izgultál, de azért nagyon szép volt. Köszönöm. Páratlanul szép hangod van, tényleg várja az ember a pillanatot, hogy kinyisd a szádat, és ez a gyönyörű, Isten adta fénylő hang jöjjön belőled. Nekem érzelmileg üres volt. Azon gondolkodtam, amíg énekeltél, hogy igazából voltál-e már olyan szerelmes, hogy kinyíljál valaki mellett, hogy tényleg ragyogóvá váljál, és a másikat is felemeld, és az is ragyogjon, hogy neked volt ilyen empirikus tapasztalatod, vagy valamit elénekelsz, amiről igazából még meg sem élted, hogy mi ez az élmény, ez a nagy, szenvedélyes másik mellett kinyílás, és ezt nem éreztem. Tehát nem éreztem mögötte a tartalmat, érzelmileg sem, szellemileg. De a hangod az valami, az csoda. Lehet válaszolni, Veronika. Köszönöm szépen, fogadom ezt is. Tulajdonképpen mindent beleadtam, amit most tudtam. De neked volt, tehát volt ilyen nagy, szenvedélyes, elsöprő, őrületes persze, szerelem már az életedben? Persze, hogy volt. Mindenkinek volt. Nem mindenkinek, nem. Nehogy azt hidd, rengetegen egy életetlen leélnek enélkül. No, de ebben nem megyek bele, mert a zsűri tagok. Bocsánat, csak annyit szeretnék ezt mondani, hogy hány éves vagy, Veronika? 19 lesz. Lehet, hogy te ezt érzed, Somma, hogy ő még egy 19 éves lány. De a múltkor mégis telítettebb volt, tehát egyetértek a Gáborral. Most nem volt az a nagy sugárzó mag, az az érzelmi túlfütöttség. De a hangát, az mondom, az csoda, tehát az ajándék. Tehát gratulálok, ez egy nagyon, nagyon szép produkció volt. Nekem nagyon tetszett, ahogy énekeltél, szerintem független attól, hogy tényleg másfajta érzelmeket közöltél most, mégis úgy érzem, hogy egy picit előrébb léptél. Hát ez annak is köszönhető, hogy 12-en össze vagytok zárva, és tulajdonképpen van egy csomó szinte zseniális képességű énekes közöttetek, és egymásra hattok. És ezt én érzem rajtad, hogy szerintem bizonyos szempontból ez egy jó produkció volt. Független attól, amit mondtak a többiek. De én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És úgy köszönöm is hallom. Köszönöm szépen. A múltkor egy lányt láttam a zongoránál, most pedig egy díva volt a színpadon, és ezért nekem borzasztóan tetszett. Nem hiányzott mellőled a zongora, bejártad a színpadot, vagy beálltad a színpadot. Egyszerűen tiéd volt uraltra, és nekem nagyon tetszett ezért. Köszönöm szépen. A zsűri véleményét hallották tehát Tóth Veronika produkciójáról. Köszönjük!